Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit rendkívüli képviselőtestületi ülésünkön. A testület összehívását az önkormányzat energiabeszerzésének racionalizálása indokolja. Döntést kell hoznunk ezzel kapcsolatos kérdésbe, illetve a másik ok még a Nagykovácsi Általános Iskola körzet határait október 15-ig meg kell határoznunk. Ez a két napi rendi pontunk van a mai napon. Tehát első napi rendi pontunk döntés Nagykovácsi Nagyközség önkormányzat energiabeszerzési kérdéseiről, második napi rendi pontunk Nagykovácsi Általános Iskola felvételi körzethatárának véleményezése. Indítható a szavazás. Nyolc igen szavazattal elfogadásra került a napirend, és egyben meg is állapítom, hogy 8 fővel határozatképes a képviselőtestület. Köszönöm szépen, hogy a rendkívüli ülésen is ilyen szép számmal részt vesznek a képviselők. És első napirendi pontunk, döntés Nagykovácsi Nagyközség önkormányzat energiabeszerzési kérdéseiről. Már képviselőtársaimmal egy informális ülésen egy órán keresztül átbeszéltük ezt a kérdést, és annak kapcsán módosító indítványom is lesz a határozati javaslatban, de elsőként hallgassuk meg a jegyzőasszonyt az előterjesztés részleteiről, és utána pedig az új határozati javaslatot elmondom. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester asszony, tisztelt képviselőtestületi tagok! Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktus következtében Nagykovácsi Magyarország kormánya háborús veszélyhelyzetet rendelt el Magyarország területére, illetve energiaveszélyhelyzetet is kihirdetett. Ezzel párhuzamosan az Ukrajnában fennálló fegyveres konfliktusra figyelemmel az energiaárak mind Magyarországon, mind pedig európai szinten kiugróan magas mértékben növekedtek. Az energiaárak növekedésére reagálva a Magyarország kormánya kormányrendeleti szinten a korábbi kedvezményes díjszabás biztosító egyetemes szolgáltatói körből 2022. augusztus első napjával kivette a helyi önkormányzatokat. Idén év végéig egy átmeneti státuszt, végső menedékes státuszt biztosított számunkra, azzal, hogy november 30-áig nyilatkoznunk kell arról, hogy más szolgáltatóval kívánjuk-e beszerezni földgáz mennyiségét. Ha pedig ez nem történik meg, akkor a jogszabály alapján az energiakereskedő szabályzatának megfelelően létrejön egy szerződés az energiakereskedő által meghatározott árokon. Jelenleg azt kell mérlegelni a tisztelt képviselőtestületnek az energiabeszerzés racionalizálása tekintetében, hogy a gáz és villamos energiát közbeszerzés útján kívánja beszerezni. Amit mérlegelni kell jelen esetben, egy közbeszerzési eljárás előkészítése, lefolytatása nyilvánvalóan költséggel jár, bruttó 601 millió forint közötti nagyságrenddel. A földgázára 2022. szeptemberétől csökkenő tendenciát mutat a tőzsdei árak alapján. Amit el tudunk érni, az a nyilvánvalóan jelenlegi áraknál magasabb ár lesz, ugyanakkor egy tervezhető ár, és nem lesz kitéve a piaci ingadozásnak. Magának a szerződés, megkötendő szerződés időtartamát is mi határozzuk meg, ezáltal szintén tervezhetővé válik az energiabeszerzésünk. Szerepeltethetjük a kiírandó közbeszerzés dokumentációjában a rendelkezésre álló a becsült értéket, illetve a rendelkezésre álló fedezetünket, és amennyiben olyan árat kapunk, ami ezt meghaladja, lehetőségünk van eredménytelenül nyilvánítani az eljárást, ilyen esetben nem áll fenn a szerződés kötési kötelezettsége részünkről, illetve a miniszterelnökség részéről érkezett tájékoztató levél alapján a kormányzat az állami tulajdonú közszolgáltató energiaszolgáltatók számára kötelezővé fogja tenni az ajánlattételt, így ajánlattevőnk nyilvánvalóan lesz egy esetleges közbeszerzési eljárás során. Kérem a tisztelt képviselőtestületi tagokat, vitassák meg az előterjesztést, és döntsenek a közbeszerzés elrendeléséről. Köszönöm szépen. Ami változás a kiküldött anyaghoz képest, hogy határozati javaslatba az informális ülésen áttárgyaltak alapján azt a változtatást javaslom, hogy csak a gáz beszerzésére indítsuk el a közbeszerzést, és a villamosenergia ellátás tekintetében hagyjuk még nyitva a kérdést, ugyanis még október 31-ig a jelenlegi szolgáltatótól várhatjuk a jövő évi ajánlatot, és amennyiben lehetséges a jelenlegi szolgáltatóval meghosszabbítani az áramszolgáltatási ellátásunkat,
abban az esetben akkor nem indítanánk el a közbeszerzést. Ez a kérdés maradjon még nyitva, erről későbbiekben hozhat döntést a képviselőtestület. Most a mai napon a határozati javaslat akkor úgy módosulna, hogy kizárólag a gázellátás közbeszerzési eljárásáról döntünk. Van-e kérdés? Ugye mondtam, hogy elég hosszasan átbeszéltük ezt a kérdést, úgyhogy ott, ami fölmerült, azokról beszéltünk. Hogyha nincsen kérdés, hozzászólás, akkor én most felolvasom a határozati javaslatot, hogy egyértelmű legyen, mivel módosítottuk. Nagykovácsi Nagyközség önkormányzatának képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Nagykovácsi Nagyközség önkormányzatának és intézményeinek gázellátását közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés alapján kívánja biztosítani egy éves időtartalma. Felhatalmazza a polgármestert a gázbeszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás előkészítésére és lefolytatására, valamint a közbeszerzési terv módosításának előkészítésére. Indítható a szavazás a fölolvasott határozati javaslatról. Nyolc igen szavazattal elfogadásra került a határozat, és van egy második határozati javaslat is. Ja igen, bocsánat, ez abban a tekintet, akkor került volna szóba, hogyha az elsőt nem fogadjuk el. Jó, rendben, akkor csak az első határozati javaslatot elfogadtuk, tehát rendben. Második napi rendi pontunk, Nagykovácsi Általános Iskola felvételi körzethatárának véleményezése. Ez is minden évben a képviselőtestület előtt van, és valójában nagyon röviden elmondható, hogy nem kívánjuk változtatni továbbra sem. Az egyik alapvető szempont a hátrányos helyzetű gyerekeknek a száma ebben a kérdésben, és Nagykovácsi Általános Iskolában összesen egy hátrányos helyzetű gyermek van, aki hivatalosan hátrányos helyzetűnek számít, így ez nem nehezíti az iskola életét, ezért nem javasolta a változtatást, továbbra is Nagykovácsi és Remete Szőlős lehet a iskolai körzet, a Nagykovácsi Általános Iskolának a körzete. Van-e kérdés, hozzászólás? Ha nincsen, akkor a határozati javaslatról indítható a szavazás. Nyolc igen szavazattal elfogadásra került a határozat, tehát a Nagykovácsi Általános Iskola felvételi körzethatárának a véleményezése is elfogadásra került. Ezzel rendkívüli képviselőtestületi ülésünk véget ért. Köszönöm szépen a részvételt, mindenkinek további szép estét kívánok!